540,000 American troops and 31,000 have died there. A régi világ eltűnik, és a helyén egy új világ ép. Sokkolja az embereket ez a trauma, és így egyszerűbb őket irányítani. Elvonja a figyelmüket arról, hogy az egész egy hazugság, egy színház, egy színjáték része, egy koreográfia eleme. Mert tájékozatlanok, túlságosan elvonta a figyelmüket a világ, és beszippantotta őket ez a matrix, amit mindenki jól ismer már ez az idézőjelvetett összeesküvés elmélet, amit tulajdonképpen nem is egy elmélet, hanem ez egyszerűen csak így van, jobb, ha mindenki elfogadja. Ez nem egy, nem egy, elmélet, ez egy összeesküvés. Az elmélet az csak az emberek fejében van. Ami most látható a képernyőn, az iPad go második része, amit én igazából nem is láttam, de jobb oldalon ebbe a kis kockába, vagy négyzetbe, bocsánat, látható az animációs filmnek egy részete, Baloldalt pedig az, hogy a Notre Dame-nak összeomlik ez a tornya. Figyeljen mindenki arra, 2012-ben az ipad Go-t mit is mutatott, és 2019-ben mi történt Párizsban, mert szerintem elég elképesztő a, a hasonlóság, ami történik. Az egyértelműen egy székes egyház, amit láthatunk a, a videón, jobb oldalon, az animációban, az pedig a valóság, amit baloldalon oldalon látunk. mondja nekem azt valaki, hogy hogy ez a véletlen műve, vagy ez egy véletlen egybeesés. Mert hogyha egy véletlen egybeesés ez, meg mindaz, ami ebben az animációs filmben látható volt, akkor az egy egészen elképesztő véletlen egybeesés, ami, ami történt. A lényeg, amit szerintem mindenkinek meg kellene értenie, az az, hogy ezért mondom azt, hogy a hírek vagy a média az gyakorlatilag a propaganda részét képezi, mert ez így van. Azért mindenhol, teljesen mindegy, hogy ki melyiket nézi, nem tudom, hogy ki az, aki még manapság azt gondolja, hogy ő ezt vagy azt nézi, és jobban tájékozottabb, vagy ott megtudja az igazságot. Mikor teljesen mindegy, hogy ki melyik média, ö csatornát nézi, mikor az egész ugyanaz mindegyik. Még eddig mindig ugyanazt olvastuk, gyakorlatilag majd, hogy nem szó szerint. Azért, mert ez a média feladata, hogy az emberiséget vezesse, ez a propaganda része, az elit ezen keresztül tudja irányítani a hordát, a csordát, vagy a nyájat. Megadja az információt, megadja az embereknek, hogy mit kell gondolni, mikor kell örülni, mikor kell félni, mikor kell szavazni, mikor kell tüntetni, kit kell utálni, kit kell szeretni, kit kell elfogadni, mi a társadalmi norma. Ez a média lényege. Ezért van mindenhol ugyanaz. Azt meg kell értenie mindenkinek, hogy a világ egy összetettebb hely annál, mint amit a legtöbben gondolnak. Oké, okay? ez gondolom, ez biztos vagy benne, hogy tiszta sor, ha valaki nézi a videókat. A másik, ami szerintem fontos, az az, hogy a hit, nem is, lehet, hogy nem is a hit, hanem az imádata, hogy inkább azt mondom, hogy a spiritualitás, annak az elfogadása, hogy létezik egy spirituális dimenzió, amely fejlettebb nálunk, és hatással van, és irányítja az életünket, ennek az elfogadása szerintem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki megértse a világot. És az elit nem, nem hisz abban, az elit tudja, hogy ez létezik ugyanúgy, hogy én tudom. Ezer százalék. Ha valaki nem jutott el még ideig, hogy létezik egy spirituális oldala az életnek, és az a spirituális oldal az felsőbbrendű hozzánk képest, akkor nem is csoda, hogy nem érti meg a világot. Anélkül lehetetlen megérteni. Ha valaki azt mondja, hogy ez egy szertartás volt, ami egyértelműen az volt, a katolikus egyház az gyakorlatilag nem más, mint a nagy parázna jelenések könyvében. A nagy parázna, a titok, Babilon, az útálatosságok anyja. Ő az, aki megfertőzi a világot spirituális oldalról. Ő terjeszti el a kereszténységet, a katolikus vallást, az iszlámot, a judaizmust, ezek mind-mind egy tőről fakadna. A nagy parázna, Babilon természetesen, mai képviselői pedig ezek. A különböző egyházak a Vatikán irányításával. Ez egy külön történet, hogy hogyan fogja össze ezeket a, a Vatikán. Őket nem érdekli, hogy leég ez a dolog. Ez egy rituálé volt, ugyanúgy, ahogy a többi. És most anélkül, hogy a részletekbe belemennék, 18 tömlővel oltják. Oké, okay, Notre-Dame azt jelenti, hogy a mi hölgyünk. Notre-Dame szó szerint azt jelenti, hogy a mi asszonyunk, vagy de inkább mi hölgyünk, bocsánat. A Notre-Dame reprezentálja a nőt, a tömlő reprezentálja a férfit. 18 az 6, meg 6, meg 6. Ezt gondolom mindenki tudja, hogy a 666, illetve a 6-nak milyen jelentősége van, lehet, hogy a jövőben még erre is sor kerül. Ez egy okult rituálé, egy termékenységi szimbólum, vagy, vagy rítus, ami zajlik a szemünk elő. És ez persze durván hangzik, de ez az, ami történik.